mai nap, mai délután egy másik szakaszon tettem kirándulást, felfedezni a patakpartot horgászati célból, és találtam ezt a építményt, ami a képen látható, és a valóságban pedig így néz ki. Egy kis csermely, kis zugópatak jön be a nagyobb vízfolyásba, ami hát számomra patak, de itt folyónak nevezik. Tehát ennek a találkozásánál, a befolyásánál található ez a kis épület. Egy fölülről boltozott, kövekkel falazott, hát nem tudom, hogy a későbbi helyreállításkor cementes kötanyaggal javított-e, vagy se, de tehát most ugye a falazaton már látható vakolóanyag kívülről, kis kőablakokkal. Ez, mint itt a képen látható, az itt a patak partján kirándulni, sétálni, vagy A-ból B-be vándorolni, vonulni akaró személyeknek pihenésre szolgált. Az itteni, hát sűrűn előforduló zordváltó időjárási körülmények közepette, akár éjszakára, akár csak napközben. Ma már ez belülről kőlappal a padlózata burkolt. Látható rajta egy ilyen gótikus csúcsíves jellegű ablak. Ez kicsit más, csak sima, egyszerű kis négyzet. Ez szintén egy faragott ablaknyílás. Belülről látható, hogy szépen boltívvel rakott a tetőzet, és azt ugye nem tudom megmutatni, de fönt látszik, hogy tengeri kagylóhéj darabok vannak, megpróbálok rázumolni, tengeri kagylóhéj darabok vannak rögzítve fönt a plafonon, a mennyezeten. Hát valószínűleg dekorációs céllal. Hát ez nyári időbe, nyári túránál nagyon jó kis pihenőhely, de régebben akár éjszakai szállásnak is megfelelt, ha valaki itt a patak partján, itt vonul el egy nagyon híres túraútvonal, és akkor annak a végigjárása során meg akart itt pihenni. Ennek a neve egyébként ennek az objektumnak Grottos. Hát, hogy honnét származik, kicsit olyan olaszosan hangzik. Az építmény maga a 18. században dokumentált, tehát az azt jelenti, hogy az 1700-as évek környékén. De hogy előtte itt már létezette, volt-e hasonló valami, hát ezt nem tudom, erről nincs említés. De tehát már akkor, és több építették, és több ilyen is található. Lehet, hogy ezzel valamilyen összefüggésben van a tegnap talált építmény. Itt a patak partján sok vízi malom állt valamikor. Ma már csak egy-kettő van. Hát köztük a közlekedés céljel szolgált. Mondjuk itt lent a patak parton szekérrel vagy vontatott járművel nem lehet elhaladni, tehát nincsen útvonal, nem megy itt, ez csak gyalogtúra céljára alkalmas. Tehát a vízimalmokhoz és egyéb objektumokhoz külön útvonalak tartoznak, ez csak gyalogtúra során megközelíthető.